Sziasztok! Ebben a videóban a falvédőkről lesz szó. A falvédőket a Game Center biztosította. A videó alatt lévő linken tudjátok a termékeket megrendelni. Bizony néha-néha eltévednek a nyilak, a fémhegy pedig szép kráter tud ütni a falban. Még a világbajnokságon is előfordult, hogy a tábla mellé dobtak. A falvédő felszerelése nagyon egyszerű, csak a tábla köré kell felrakni. Nagyon sok változatban létezik. Vannak a felirattal ellátott színes változatok. Színekben van egészen rikító változata is. Vannak a felirat nélküli modellek. Az Extreme családnak is van falvédő típusa, valamint a profiknak készült Pro 50 változat, ami fele akkora, mint a normál falvédők. Én most a piros változatot fogom bemutatni. Érintésre ez egy nagyon puha gumi, a felülete teljesen sima, teljesen ki tudjuk hajlítani a táblától. 33 mm vastag. Ha megfordítjuk, akkor láthatjuk, hogy a hátulja rücskös. A fröccsöntőgép kinyomó szerszámának a nyomai láthatóak rajta. Ha megnézzük az elejét surlófényben, akkor láthatóak a nyilak nyomai, amik belefúrottak a falvédőbe, és megmentették a nyilainkhegyeit a tompulástól. Látható, hogy a nyíl teljesen belefúródik. A becsapódást megnézhetjük lassítva is. Ezek a falvédők nagyon rugalmasak, bármilyen szabványos méretű táblára felszerelhetőek. Mint látható, itt egy target táblára raktam fel. A falvédő belső átmérője 45 cm, külső átmérője 70 cm. 12 cm-ben védi a falat. Köszönöm, hogy végignéztétek! Iratkozzatok fel a csatornámra, mert hamarosan újabb videóval jelentkezem. Sziasztok!